A tánc egy olyan tevékenysége az embernek, ahol a testét használja eszközként gondolatainak, érzelmeinek vagy hangulatának kifejezésére. Az ősi kultúrákból származó csoportos táncok mai képviselői épp úgy szolgálják a közösség összetartozásának megerősítését, mint évezredekkel korábbi változataik. Maga a tánc az egy olyan életérzés, amit ugye kicsi korunkban megkaptunk, mozgásformát, játékokat, és azt követően pedig egy olyan alapot adott, ami az életünknek meghatározó része. Mondhatjuk azt, hogy talán teljes egészében, hiszen nem csak arról van szó, hogy mozgás van, és az ember a saját testét tartja kordában, illetve testtudata lesz, hanem emellett olyan plusz információkhoz jut, ami nagyszüleinktől még csak-csak hallottunk, de gyakorlatilag ezt a formát, ezt másképp nem is tudjuk elsajátítani, csak a táncon keresztül. Itt gondolok arra a későbbiekben, akár egy állásinterjú, akár egy baráti közösségnek az ápolása, gondolok arra, hogy azokat a kultúrákat, étkezési szokásokat, népszokásokat, amiket még mi is szüleinktől őriztünk, ezeket a szokásokat, ezeket mai napig, ugye ezen keresztül kapjuk, szívjuk magunkba, és tápláljuk mai napig. Ebben az időben, amikor az összetartozás, az együttlét, a közösségformálás ezen formája veszélyeket hordozhat magába, a tánc világnapja más megvilágításba kerül. Hogyan élik meg a táncok művelők azt, hogy hosszú idő óta nincs lehetőségük szakmájuk, hobbiuk űzésére? Mit okoz egy olyan együttesben, mint például a Szekszárdi Bartena Néptánc Együttes, ahol az is felmerül, hogy újra kell építeni az 50 esztendős rendszert, mert a gyerekek körében elveszik a motiváció? Ezeknek a kérdéseknek jártunk utána. Nyemcsók Pál az együttes vezetője munkatársaival azon dolgozik, hogy mentálisan összetartsa a Bartina családot. Jean-Georges Nover nevéhez fűződik maga a tánc világnapja, aki szintén magát az oktatás nagyon fontos dolognak tartotta, és ugye ezen a napon ugye népszerűsítjük a táncot. Azt találtuk ki, hogy mi lenne akkor, hogyha a gyerekek most itt a pandémiára való tekintettel, illetve arra való tekintettel, hogy már nagyon régen táncoltak, fizikálisan is, meg mentálisan is nyilván ugye vannak pótolnivalók, de hogy őnekik vajon mit jelenthet a tánc, visszatekintve akár az utolsó próbákat, hogy akkor mondjuk milyen volt az elválás, és mi az, amit éreznek ez iránt. Akár táncban, akár egy levél formájában, de szeretnénk, hogy ők így jelezzenek nekünk vissza. Az utóbbi másfél-két évben gyakorlatilag az online oktatáson keresztül nagyon-nagyon korlátozottak lettek a lehetőségeink, és ezáltal a gyerekekkel való kapcsolatunk is mondhatni, nem azt mondom, hogy zátonyra futott, de nagyon-nagyon nehéz fenntartani ezt a fajta motivációt. A legrosszabb forgatókönyv arról szól, hogy előről kell kezdeni a csapatépítést, és hiába a több évtizedes hagyomány, a családias jelleg, az összetartozás, a tánc szeretete szétesik az együttes. Nagyon-nagyon bízunk benne, hogy erre nem kerül sor, de sajnos mindennel számolni kell, és bízunk abban, hogy a szülők is, illetve a gyerekek is ugyanolyan szívvel, lélekkel fogják folytatni, mint ahogy ezt tették eddig is. Talán annyiban változik, vagy változhat a dolog, hogy nem feltétlen a versenyzés, vagy a szereplés, bocsánat, kapna teret, hanem inkább a csapatépítés, hiszen a gyerekek nem csak velünk nem találkoztak, hanem egymással sem. Sajnos van olyan is, aki más formáját találta meg a sportolásnak, és azt az utat folytatja, de azért bízunk benne, hogy a szülők is még ugyanolyan lendülettel állnak hozzá, illetve mi is, hogy ez a fajta igény a tánc iránt, a mozgás iránt, egymás iránt, ez ugyanolyan lendületet fog venni rövid időn belül. Patonai Norbert a nagy sikerű Experience produkció szexádi táncosa. Ez az az együttes, mely 20 esztendeje egy műfaj teremtett Magyarországon. Néptánc alapokra épülve modern technikákat elegít, mint például a step tánc. Azt meséli, a szakma gálaműsorokat készített minden esztendőben a nap megünneplésére, mert hát mivel is adná jelét egy táncos annak, hogy ünnepel, mint hogy színpadra áll és elkápráztatja a közönséget tehetségére. Ez az a nap, amikor
amikor azt lehet mondani, hogy amit mi művelünk, amit mi csinálunk színpadon és azon kívül, profi vagy amatőr szinten, a tánc az ember életéhez szerintem nagyon szorosan hozzá tartozik. Vagy így, vagy úgy. Már az őskortól kezdve ezt folyamatosan műveli és csinálja, és élvezetet talál benne, ha pedig komolyabb szinten csinálja és műveli, akkor pedig a tánc szeretetéből adódóan egy olyan karriert lehet vele úgymond véghez vinni, ami számomra, legalábbis én számomra, életem végig ki fog hatni érzelmileg. Táncot szokott, mint Krémia azért ilyen gála műsorokat szokott csinálni, és akkor általában elmegyünk, ha meghívnak minket, és vagy részt veszünk, vagy pedig mi is végignézik a műsort. Tény és való, hogy ez a szakmánk, ez a hivatásunk, ez a úgymond mindenünk, szerelmünk, de amikor ennyi rossz történik körülöttünk, természetesen mi teszünk róla pár szót, és az együttes körében valamilyen módon, rendhagyó módon, mondhatni így, kicsit megállunk és nem próbálunk, kb. 5 perc erejéig, és megemlékezünk erre a napra, de semmi több, tehát semmi nagy fellépés, vagy semmi olyan, ami komolyabb kihívást jelentene, most jelenleg a számunkra nem tudok róla, hogy lenne. A Nemzetközi Hírű Pécsi Balett táncosai munkával ünneplik a Nemzetközi Táncnapot. A társulat a koronavírus alatt sem állt le a munkával. A profik világában akár egy rövid kihagyás is olyan komoly sérülésekhez vezethet, mely veszélyeztetheti egy táncos karrierének kiteljesedését vagy folytatását. A világ mindenféle tánca közül egyébként éppen a balett áll legközelebb ehhez a világnaphoz. A táncművészet, ez egy nagyon-nagyon magas művészet, nagyon-nagyon bonyolult, összetett dolog. Szükséges hozzá fantasztikus fizikai felkészültség, és ami ugye a többi művészeti ágtól megkülönbözteti, nincs kottánk. Tehát minden egyes, azt a több ezer mozdulatot folyamatosan meg kell jegyezni, tehát szükséges a fizikai felkészültségen kívül egy nagyon különleges mozgásmemória. Szükséges az emocionális készség, hiszen érzelmi dolgokat közlünk a tánc nyelvén, és egy intelligencia, amivel az egészet összerakjuk és összekötjük. Szóval nagyon-nagyon bonyolult és csodálatos, rövid pálya, azt is el kell mondani, de hát csodálatos, gyönyörű a nehézségeivel együtt.